A csütörtökön megjelent magyar közlönyben a kormány bejelentette, hogy lezárja a Modern Városok programot. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere megerősítette, a folyamatban lévő valamennyi fejlesztés befejeződik, ezek forrása is biztosított, illetve visszafizetési kötelezettsége nincs a városnak. A beruházások jelentős része vagy már lezárult, vagy folyamatban van, vagy megtörténhet a következő időszakban. Van néhány olyan fejlesztés, ahol további egyeztetésre lesz szükség a szakminisztériummal, például mondjuk a feketes a szálló, de ennek éppen az az oka, hogy a korábban megálmodott funkció, azaz egy múzeumi fejlesztés, az megvalósult a rendházépületbe, tehát egy új funkciót kell kitalálni, és ez elsősorban nem a kormány, hanem a város közösségének a feladata, és hogyha ennek a hátterét mi megteremtettük, akkor mehetünk újra a kormány elé forrásra. A polgármester hozzátette, ugyanez igaz a Börgöndi repülőtér esetében is, ahol egy kis repülőgépek fogadására alkalmas sport és üzleti célú repülőteret szeretne megvalósítani a város. Ez esetben a tervezésre, engedélyeztetésre már rendelkezésre áll a pénzügyi forrás. De a program legfontosabb elemei azok vagy már elkészültek, például az alsóvárosi rét megmentése, zöld területként történő hasznosítása, ugyanúgy, mint ahogy épül a kórháznak egy új tömbje, nagyon sok iskolafejlesztés zajlik a városban. Most itt vagyunk a multifunkcionális csarnokban, ami a Modern Városok program keretében látszik, hogy megvalósul. Tehát a program nagy része az vagy már kész, vagy készen lesz, ami pedig itt van a város pénz, azt erre tudjuk használni. Cserpalkovics András kiemelte, a város honlapján a Modern Városok programját képező összes fejlesztésről, beruházásról részletesen is lehet olvasni.